Kész Gyula hagyatéka 1970-ben került a Magyar Építészeti Múzeumba. Ez így önmagában egy száraz adat, de hogyha azt tekintetbe veszük, hogy 1968-ban jött létre az Építészeti Múzeum, akkor azért ez egy eléggé friss dolog volt, és egy olyan anyag került akkor a múzeumba, aminek az alkotója 67-ben halt meg, éppen 50 évvel ezelőtt. Tehát egy nagyon-nagyon akkoriban még új dolog került múzeumba, múzeumi körülmények közé. Az egyik első, hanem az első igazán olyan építész volt, aki a belső építészetet egy egészen magas rangra emelte. Az utóbbi időben volt ezen vita, hogy van-e belső építészet, vagy nincs. Kész Gyula arra bizonyíték, hogy igenis nagyon tudatosan Magyarországon van belső építészet, és ő ennek az iskolának az egyik oszlopos megalapítója volt. A mai napig élnek a növendékei, és ha Kész Gyulát nézzük, akkor nem lehet ezt a tényt eltagadni. Én úgy érzem mostanában, ugye, hogy a belső építészetet most kaptuk vissza talán. Számomra azért fontos ez a kiállítás, mert tanulságos a szakmabelieknek is, és bárki másnak, aki mindenki végül is berendezi a lakását, mindenkinek szüksége van erre a tudásra, amit egy kicsit hozzátesz a saját elképzeléséhez. Nekem azért nagyon fontos, hogy részt vettem ennek a kiállításnak a megrendezésében, amit komoly és hosszú előkészítő munka előzött meg, mert építészként és belső építészként mindig fontosnak tartottam, hogy a tervezésen túl egyéb szakmai feladatok is megtaláljanak. Ez egy viszonylag összetett szakma, amiben sok lehetősége van az embernek különböző irányokban nyitni, különböző területeket művelni, és ahogy a kiállítást végignézve látjuk, Kész Gyulának viszonylag tág volt az érdeklődési köre, és én leginkább ezt emelném ki az ő munkásságából, ezt a fajta komplexitást. Építészeti, belső építészeti bútortervezéssel foglalkozott, emellett oktatói és szerkesztői írói tevékenysége is jelentős volt, és ha már kiállítás, akkor érdemes megjegyezni, hogy kiállításokat is tervezett. Ő tervezte a milánói triennálét a 30-as években, illetve a párizsi világkiállítás magyar pavilonját is. Miért jó egy kiállítás egyik szereplőjének lenni? Mert hogy az ember mindenfajta rászólás nélkül simogathatja Kész Gyula bútorokat. Egyrészt már az ember személynek jól esik ezekre a bútorokra ránézni, a részletmegoldásaikra, a finomságokra, a zárakra, a fogantyúkra, amik mind akkor válnak fontossá, amikor hozzányúlunk, mert hát végül is használati tárgyakat tervezett, nem kiállítási darabokat. Egyrészt a tervezői gondolkodás érezhető benne, meg a kivitelezői, asztalos, műbútorasztalos mester munkák ezek, ahogy ezek csillognak, ahogy kézbe simulnak, hogy ezek nem a design folyóiratok címlapjaira készültek, hanem arra, hogy emberek üljenek, aludjanak, beszélgessenek bennük.